pályázati lehetőségek a gazdáknak, a református óvoda előkészületei, leendő első SÖV beiratkozása. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 21-én 18 óra 5 perckor. Hubay Imre Csabával, a Karcagi Nagykun Gazdakör elnökével arról beszélgettünk, hogy milyen pályázati lehetőségek nyíltak meg a gazdák számára. A legfontosabb pályázati lehetőség az egységes terület alapú támogatás, ami tulajdonképpen a megtermelt terület hektárja után jár nagyjából 70 ezer forintig hektáronként. A legfontosabb pályázati lehetőség a gazdák számára az egységes terület alapú támogatás. Ez a terület alapú támogatás egy olyan alaptámogatás a gazdák részére, ami tulajdonképpen a megtermelt terület hektárja után jár, és nagyjából 70 ezer forint hektáronként. Ez mindig a euró árfolyamtól függően van, általában ennyi vagy valamennyivel több szokott lenni. Tehát ez egy alaptámogatási rendszer, és ez kiegészíti 44 jogcím. A jogcímek a fehérje támogatás, a állatutáni támogatás, a katos támogatás, a ökológiai támogatás, tehát 44 jogcímen még kapnak hozzá támogatást, így a gazdálkodás menete rentábilissá tehető, és nem drágulnak az élelmiszerek, mert ennélkül sajnos olyan mértékű drágulás következne be, amit a lakosság anyagi helyzete nem igen tudna elviselni. Tehát ez egy nagyon jó alap arra, hogy a gazdálkodók gazdálkodjanak, munkájukat elvégezzék, és megfelelő áron tudják biztosítani az élelmiszer alapanyagok árát, illetve magát az élelmiszert. Karcagváros közigazgatási határába nagyjából 280 fő, aki ilyen támogatást igényel, és ezt a támogatást a falugazdászok, elsősorban Asztalosné Ildikó vezetésével a kamarai székházban, a volt katolikus legényegyletnek a kialakított nagyszerű irodahelyiségébe történik, és általában telefonon történik jelenleg a problémák, illetve a betegség miatt, és úgy gondolom, hogy ez megfelelőképpen működött már tavaly is, nem volt vele probléma, már van sajnos gyakorlatunk ebben, de azért bízunk benne, hogy ez már most hosszú távon nem így fog lenni. Április 7-én nyílt meg ez a támogatási forma, és május 17-éig lehet az alaptámogatást igényelni. Április 7-től május 17-éig történik az alaptámogatás igénylésének a beadása, és még utána május 31-ig szankciómentesen lehet korrigálni, pótolni, hogyha valami közbe jött a termelés során, vagy a vetésszerkezetben, vagy bármilyen egyéb okok miatt, akkor még addig lehet. Később már szankcióval lehet csak még egy további egy hónapig, de az már nem ajánlom senkinek. Tehát az a lényeg, hogy május 17-éig, illetve még utána május 31-ig lehet korrigálni. Karcagváros közigazgatási határa 36 ezer hektár, és a kitettsége aszály szempontjából nagyon nagy. Ezért a gazdák szeretnének öntözést kiépíteni, jelenleg is folyamatban van néhány pályázat. Karcagváros közigazgatási határa nagy, 36 ezer hektár, és a kitettsége aszály szempontjából nagyon nagy. Ezért a város gazdái nagyon nagy igényt hoztak létre, illetve nagy igényt szeretnének megvalósítani az öntözés kapcsán. Jelenleg is folyamatban van néhány darab, már a működőkön kívül, tehát tulajdonképpen a zöldségfeldolgozó üzem közel 200 hektáron nyomócsöves rendszerbe 10 km távolságra elszállítja friss tiszavizet, amivel öntözi a zöldségnövényeket. További öntözéssel kapcsolatos pályázatok is vannak, amik jelenleg folyamatban vannak, illetve részben már megvalósultak. Ez az öntözés szervezés Karcagon nagyon fontos, hiszen az időjárás miatt a aszálynak kitettsége miatt ez feltétlenül fontos. Ráadásul Karcagváros be van rendezkedve belvízvédekezésre, öntözésre, tehát a vízgazdálkodás alapjai nagyon jók. Ide vezet az NK3-26-os
fővezeték, ami a tulajdonképpen gravitációs vizet szállítja a vizet, tehát rendelkezésünk áll a víz, rendelkezésünk áll a gazdáknak az akarata, illetve a földterület, meg a lehetőség, meg a sok élettapasztalat, ami már az öntözés kapcsán van. Tehát az öntözés fejlesztése egy nagyon fontos dolog, ami folyamatban van, és nagyszerűen működik. Ezen kívül az állattenyésztő telepek korszerűsítése és a kertészeti fejlesztési lehetőség is fontos, de vannak bent erdészeti pályázatok is a gazdáktól. Ezen kívül az állattenyésztő telepeknek a korszerűsítése is nagyon fontos. Fontos dolog még a kertészeti fejlesztési lehetőség, nagyon fontos az erdészeti lehetőség, ebben is van néhány pályázat a Karcag városgazdálkodása révén, illetve a gazdatársaim részéről. Ezek nagyon fontos támogatások és alapvető környezetvédelmi, természetvédelmi, gazdálkodási, gazdasági igényeket elégítenek ki. Ezek a támogatások alapvető környezetvédelmi, természetvédelmi, gazdálkodási, gazdasági igényeket elégítenek ki. A Püspökladányi úton a volt Fehérholló épületében alakítja ki óvodáját a Karcagi Református Egyházközség. A részletekről Koncz Tibor esperest kérdeztük. 2,5 évvel ezelőtt a kormány által biztosított országos óvodai programhoz jelentkezett az egyház, és bejelentette igényét, hogy szeretne egy óvodát, ami régi vágyuk, elképzelésük volt. Támogatta őket a zsinati irányítás és az egyházkerület is. A régi Fehérholló épületénél vagyunk. Sok minden miatt nevezetes ez az épület, és az egyik szívfájdalma volt nagyon sokaknak szerintem ebben a városban, hogy nem nagyon látták ennek a szép központi elhelyezkedésű, fekvésű épületnek a jövőjét. Ebbe léptünk mi bele egy olyan 2-2,5 évvel ezelőtt, amikor a kormány által biztosított óvodaprogram, országos óvodaprogram dolgában a református egyház keretén belül mi jelentkeztünk és bejelentettük igényünket, hogy szeretnénk egy óvodát. Ez már régi vágyunk volt, régi elképzelésünk, és ebben maximálisan partner volt a zsinati irányítás és az egyházkerületünk is, és azért néztük ki ezt a helyet magunknak, mert ez van a legközelebb az iskola rendszerünkhöz. És egy 3 csoportos óvodának a kiépítése folyik, tehát nyilván egy olyan funkciót, amit eredetileg ez az épület jelentett, értve ez alatt a magát a szállodát, vagy később az átalakításokkal az étterem, a szolgáltató részek, ezeket mindet föl kellett számolni. Tehát most belülről nem tudunk most bemenni, de egy teljes, abszolút leamortizálása fog történni az épületnek, egy teljes kiürítése kvázi, és az alapokról szó szerint új alapokkal lesz kialakítva a mai 21. századnak megfelelő, és még azt kell, hogy mondjam, hogy a magunk is plusz igényeit is megmutató óvodai épület. Itt a külső részen pedig lesz egyrészt játszótér, meg parkoló, tehát egy nagyon komoly átalakítás lesz. Ennek a várható befejezése az augusztus közepe, tehát mi szeptember 1-től itt 3 csoporttal szeretnénk elindulni, hogyha a kedves szülők is ebben támogatnak, és úgy látom, hogy ezzel nem lesz gond. Tehát megvan a csapat, megvannak az óvodapedagógusok, megvannak a jelöltjeink a Dajka állásokra, úgyhogy szerintem minden, ha jóisten megtart bennünket, akkor minden adott lesz, hogy egy szép óvodával bővüljön a városi paletta. Átalakítás után rá sem lehet majd ismerni belülről az épületre, szögezte le Koncz Tibor, ismerve a terveket. Ahogy mondtam, itt minden új. Ez azt jelenti, hogy például az a nagy, hatalmas terem, egyik fájdalmam, az abszolút föl lesz áldozva, ott 2 csoportszobát alakítunk ki, vizes blokkokkal, meg öltözőkkel, tehát ahogy elképzeli, vagy emlékeiben fölidézi valaki, hogy hogyan nézett ki, hogyan nézhetett ki, vagy milyen módon lehet ezt most átalakítani, akkor annak hadd mondjam, hogy egészen másképp fog kinézni. Tehát minden föl lesz, ki vannak verve a tervek alapján, ki lesznek verve falak,
át lesznek alakítva a statikus elemek, tehát egészen másképp fog kinézni. Ugye nekünk tulajdonképpen van egy csomó olyan hely, amit nem is tudunk most még egyelőre hasznosítani, nyilván hosszú távú terveink vannak vele. Tehát ezt az épületet, amikor megvásároltuk, ez ugye 2 évvel ezelőtt volt, ahhoz képest kell, hogy mondjam, az én gondolatom is már vagy 3-szor vagy 4-szer átformálódott, és még ahogy én elképzeltem 2 évvel ezelőtt, ahhoz képest is óriási változás van. A sarki lakás tulajdonosával is felvette az egyháza kapcsolatot, és a biztató jelek arra utalnak, tudnak tárgyalni erről is, ami szintén egy hosszú távú program része lesz majd. Nem tartozik hozzánk, de természetesen szeretnénk, hogyha hozzánk tartozna, és a tulajdonossal már kapcsolatban vagyunk, és biztató jelek utalnak arra, hogy tudunk majd tárgyalni erről. Ez egy hosszú távú program része lesz. Az én gondolatomban, a mi gondolatainkban az is benne van, hogy ez az épület a mögötte lévő telekkel, illetve ennek a bizonyos óvoda épületnek a felső szintje együtt, kiegészítve egymást, akár egy új funkciót is biztosíthatnak. Úgyhogy nem ugrunk el a feladat elől, és ezt lehetőségnek látjuk, és örülök annak, hogy ilyen mikroklímában és makroklímában vagyunk, értve ez alatt, hogy a városi, meg az országos szinten is, hogy lehet tervezni, és nem az összezsugorodásnak és a kisebbé válásnak az időszaka van, amellett, hogy ebben a covidos korszakban, pandémia idejében természetesen óvatosabbak vagyunk, de természetes, hogy gondolataink, terveink vannak, és a lehetőségek pedig adottak hozzá. Az óvodaépület felső szintjével együtt kiegészítve egymást, akár egy új funkciót is biztosíthatnak majd a jövőben. A Györffy István Katolikus Általános Iskolában is elkezdődött a leendő elsősök beiratkozása. Kovács Miklósné igazgatót arról kérdeztük, hogyan zajlik most ez a rendkívüli helyzetben. Az iskola időben kihirdette a szülőknek, hogy milyen módon lehet beiratkozni a leendő első osztályba. 2 módot jelöltek meg, a fenntartó lehetőséget adott arra, hogy személyesen is megjelenhessenek a szülők, illetve online módon is megtörténhet a beiratkozás. Rendkívüli helyzetben rendkívüli módon zajlik a beiratkozás. 2 héttel ezelőtt kihirdettük a szülőknek, hogy milyen módon lehet beiratkozni a leendő első osztályba a 2021-22-es tanévre. 2 módot jelöltünk meg, hiszen a fenntartó is lehetőséget adott arra, hogy személyesen is megjelenhessenek a szülők és beiratkozhassanak, illetve online módon. Mi ezt mind a kettőt meghirdettük a szülők körében, akik személyesen szeretnének beiratkozni, azoknak időpont egyeztetésre volt szükség, és 15 perces időközönként érkeznek a szülők a beiratkozásra. Dicséretes, hiszen mindenki pontosan érkezik, és 15 perc elegendő is ahhoz, hogy a beiratkozás megtörténjen. Természetesen a szigorú járványügyi szabályokat betartjuk, mindenki maszkban érkezik, és azokat a dokumentumokat, amelyeket most elveszünk a szülőktől, azokat egy külön nejlontasakba gyűjtjük, és akkor azokat az iratokat majd pihentetjük egy darabig, mielőtt feldolgozzuk. A másik módja a beiratkozásnak az pedig online úton történik. Egy űrlapot készítettünk az iskolának a honlapján lehet elérni. Itt ugyanazokat a kérdéseket kell megválaszolniuk a szülőknek, mint amit itt személyesen. Annyi a különbség, hogy itt nem kell a szülőknek a dokumentumokat feltölteni, ez majd egy későbbi időpontban kerül sorra. Akkor, amikor már személyes találkozás is létrejöhet, ez pedig majd szeptemberben, illetve bízunk abban, hogy amikor ami a szülőértekezletet tervezzük, ez június 2. hetében, akkor már talán személyesen is találkozhatunk. Természetesen ez a járványügyi helyzetnek a függvénye lesz. A beiratkozáshoz, a gyermek személyi azonosításához szükséges iratokra van szükség. Lakcímkártya, személyi azonosító vagy személyi igazolvány, illetve az óvoda által kiállított oktatási azonosítószám, illetve ha van valamilyen szakértői véleménye, azt is be kell mutatni. Ezeket a különleges bánásmódot igazoló dokumentumot kell most itt bemutatni, hiszen fontos az, hogy az iskolának az alapítók iratában szerepeljen ezeknek a gyerekeknek az ellátásához szükséges kód. Megkérdezik a szülőket arról is, hogy igénylik-e a napközit, hiszen az iskolában a nagy többség alsó tagozatban igényli ezt.
Itt megkérdezzük a szülőket, hogy igénylik-e a napközit, hiszen nálunk az iskolában a szülőknek a nagy többsége az alsó tagozatban igényli a gyermek számára a napközit. Ez annyit jelent, hogy amikor vége van a délelőtti tanítási óráknak, akkor szabadidős foglalkozás tartanak a napközis nevelők az ebédig. Ebéd után még, hogyha van a tanulási idő megkezdéséig, akkor egy újabb szabadidős foglalkozás következik, majd 2-től 4-ig pedig megcsinálják a házi feladatokat, gyakorolnak, felzárkóztatnak, tehetséget gondoznak a napközis kollégák, és így úgy mehetnek haza a gyerekek 4 órakor az iskolából, hogy a házi feladat, az írásbeli az biztos, hogy készen van. Mennyiségileg is, minőségileg is ellenőrzik a kollégák, de a mennyiségi az kötelező, és természetesen az én kollégáim azért a minőségre is odafigyelnek, és akkor, ha hazaérkeznek a gyerekek a szülőkkel, akkor már egy kis gyakorlásra kell esetleg időt fordítani, de egyébként a tananyagot megtanulják az iskolában a gyerekek, felkészülnek a következő órára. Most még nem tudni, hogy hány gyermeket íratnak be, de 2 osztályt terveznek 25-25 fős létszámmal. Az osztályfőnök Dícsei Erzsébet és Szabó Edit tanítónő lesz. 2 osztályt szándékozunk indítani, és hál' Istennek az előzetes bejelentkezések alapján úgy tűnik, hogy ez a 2 osztály el fog indulni. 25 fős létszámokban gondolkodunk, és reményeim szerint el is tudjuk indítani a 25 fős osztályokat. 2 osztályfőnöket mutattunk már be, Dícsei Erzsébet kolléganőmet, illetve Szabó Edit kolléganőmet. Ők lesznek a 2. osztálynak az osztályfőnökeik. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!